Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Elfogadta a migrációs paktumot az Európai Parlament, a dokumentum kötelező szolidaritást ír elő a tagállamoknak és elvárja a menedékkérelmek gyorsabb elbírálását, de azt is kimondja, hogy a tagállamoknak választaniuk kell, vagy befogadnak migránsokat, vagy fizetnek. Szakértők szerint a döntés újabb meghívó levél az illegális bevándorlóknak, mert ahelyett, hogy megállítaná a migrációt, inkább megszervezi azt. A magyar kormány a kezdetektől fogva elutasította a migrációs paktumot, mert azzal migránsgettók jönnek létre Európában. Az illegális tömeges migráció a társadalom széteséséhez vezet, lerombolja az európai normákat és tönkreteszi a közbiztonságot. Erről beszélt a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben a migrációs paktumról szóló vitán. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, a vita valójában sohasem a menekültek megsegítéséről szólt, hanem arról, hogy képesek vagyunk-e megőrizni európai identitásunkat. Hozzátette, ennek a katasztrófának az első jelei már számos nyugat-európai városban láthatóak. Ez a vita lényegében arról szól, hogy képesek vagyunk-e megőrizni európai identitásunkat, és meg tudjuk-e védeni az európai életmódot, normákat, hagyományokat és kultúrát. A tömeges migráció támogatása mindezt veszélyezteti. Ez valójában egy társadalom átalakítását célzó projekt, amelyet az európai emberek erőltetnek a legtöbb esetben, anélkül, hogy a véleményüket és a beleegyezésüket kérnék. A Fidesz szerint Magyarország a jogi és fizikai határzárral megmutatta, hogy ha van politikai akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt. Hidvégi Balázs még a szavazás előtt tartott jobboldali LP képviselőkkel közös sajtótájékoztatót. A politikus kiemelte, hogy a jogszabálycsomag az összes olyan javaslatot megismétli, amelyek már korábban elbuktak. Hangsúlyozta, hogy a magyarok már többször is elutasították az illegális migrációt. Hosszas, nyílt párbeszédet folytattunk erről a magyarokkal, akik világossá tették több alkalommal is, hogy nem kérnek az illegális bevándorlásból, nem fogadják el azt, hogy Magyarországból bevándorló országot csináljunk, és ebben nem akarják, hogy engedjünk a brüsszeli nyomásnak. Mi ezért így is járunk el, ezt a migrációs paktumot, ezt a csomagot elutasítjuk, és ellene fogunk szavazni, és minden körülmények között meg fogjuk védeni Magyarország függetlenségét, szuverenitását, meg fogjuk védeni a magyarok biztonságát. Magyarországot Magyarországnak tartjuk meg, és nem engedjük meg azt, hogy bevándorló országot csináljanak a hazánkból. Magyarország nem fogja feladni sem a jogi, sem a fizikai határzárat, akármilyen migrációs paktumot is fogadnak el az európai parlamenti képviselők. Ezt mondta Szijjártó Péter Pakson egy lakossági fórumon. A külügyminiszter hozzátette, a kormány továbbra sem fog beengedni illegális bevándorlókat, akárhogyan is erőlteti azt a háború és migrációpárti brüsszeli vezetés. Ez a paktum zöld lámpát ad arra vonatkozólag, hogy itt migránsok 10 és 100 ezerei grasszálhassanak az európai országokban. Ez a migrációs paktum, ez azt a nyugat-európai problémát akarja kiterjeszteni Közép-Európára is, amely abból indult, hogy ők feladták a saját identitásuk, a saját kultúrájuk és a saját társadalmuk védelmét, és beengedték az illegális migránsokat, amivel kettős társadalmak jöttek létre, és megnőtt a terrorfenyegetettség. Mi ezt itt nem engedjük Közép-Európában. Magyarország teljesítette a bizottság által szabott feltételeket, és elfogadta az igazságügyi reformot, ezért jogszerű volt a 10,2 milliárd euró felszabadítása tavaly decemberben, jelentette ki Didier Reinders, igazságügyi biztos az Európai Parlament plenáris ülésén, ahol ismét a magyar jogállamiságot tűzték napirendre. A vitában a képviselők a már ismert bírálatokat fogalmazták meg. Álláspontjuk szerint Magyarországon továbbra is sérülnek az európai értékek. Volt, aki szerint a helyzet egyre elviselhetetlenebb. Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a vita után azt mondta, Magyarországot békepártisága, valamint a gender ideológia és az illegális bevándorlás elutasítása miatt támadják Brüsszelben. A mai este a közelgő európai parlamenti választási kampány szempontjából is világos volt. Két ajánlat van, a dollár baloldal ajánlata, aki eljön Brüsszelbe és elárulja a hazáját, és a mi gyakorlatunk, hogy Brüsszelben is Magyarország az első, és megvédjük a magyar embereket, megvédjük minden támadással szemben a hazánk érdekét. Az Európai Bizottság hibrid fenyegetésként értékeli a kínai rendőrök egyre terjedő tevékenységét az EU-ban, jelentette ki a testület alelnöke az Európai Parlamentben, ahol a liberális frakció javaslatára tűzték napirendre a kérdést azt követően, hogy Magyarországon is együtt járőrözhetnek majd kínai rendőrök a magyarokkal.
Margaritis Skinas közölte, hogy a bizottság régóta aggodalommal figyeli, és elfogadhatatlannak tartja ezt a gyakorlatot, és arra kérte a tagállamokat, vizsgálják ki az eseteket. Az ügyben több tagállam is érintett, jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz képviselője a vita után, mégis csak a vitában felszólaló magyar Cseh Katalin kötötte ezt kizárólag Magyarországhoz. Megint arról szól ez a vita is, hogy bármilyen ürüggyel, bármilyen alaptalan rágalommal, bármilyen olyan kérdéssel, amivel bele lehet kötni a magyar kormányba, Magyarországba, ezt megteszi a magyar dollárbaloldal képviselője, de úgy láthatóan ez nem járt sikerrel. Ma van a Magyar Költészet napja, amit Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Országszerte különféle programokat rendeznek ebből az alkalomból. Verstérképpel várják a látogatókat Szentendrén, ahol a város több mint 60 pontján helyeztek el több száz költeményt. Budapesten az Akvárium Klubban különleges műsor összeállítással elevenednek meg a magyar versirodalom klasszikus darabjai és a kortárs költészet alkotásai. A közmédia csatornái pedig irodalmi nagyjaink életéről szóló filmekkel és tematikus műsorokkal készülnek. És most kapcsolunk Békés Csabára, ahol a Jókai Színház már 15 éve 24 órás versfolyammal ünnepel, vagyis nincs megállás, mindig van valaki a pódiumon. A résztvevők kedvenc verseikkel tisztelegnek a költészet, a szép magyar nyelv és hazánk egyik legnagyobb költője előtt. A helyszínről Horváth Szabolcs jelentkezik. Nos, már több mint 22 órája tart a versmaraton. Milyen volt a mostani versfolyam? Szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek! Rengetegen voltak és folyamatosan ténylegesen verselnek. Szoktam mondani, hogy az élő, lélegző, szép magyar nyelv folyamatosan velünk él, és hazánk egyik olyan múlhatatlan kincse, hogyha ezen tudunk írni, vagy ezen beszélni, ez is már egy hatalmas dolog egyébként. Ez az ősi nyelv, ez több száz éve nem változott, és ilyenkor természetesen mindenki előkeresi a kedvenc klasszikus, vagy kortárs műalkotását, és eljön ide a Békés Csabai Jókai Színházba azért, hogy tiszteletét tegye. Ezelőtt a szép nap előtt én Seregi Zoltánhoz fordulok, aki a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója. Hogyha jól tudom, egyébként nagyon komoly múltra tekint vissza a 24 órás versfolyam, és egyre többen vannak, akik csatlakoznak hozzá. Igen, hát ez lehet mondani, hogy ez egy hungarikum, hiszen több mint 15 éve van ez a 24 órás versfolyam, ami megmozgatja az egész várost, és valóban a magyar nyelv és a költészetnek egy olyan ünnepe, olyan méltó megemlékezés a magyar nyelvről és a költészetről, ami teljesen egyedülálló. Most épp a magyar nyelvről beszélünk, amikor egyébként angolul verselnek, de a sors fintora, hogy most pont a két tannyelvű iskola diákjai jöttek el, hiszen minden órában más jön ide verselni. A színház művészei fogadják őket, mint házigazda, minden órában egy más színművész, és emléklapot kapnak, fölolvashatnak, kívülről mondhatják, és tulajdonképpen itt vagyunk az utcán, a bejárat előtt. Ha valaki az utcán kedvet kap ahhoz, hogy mondja le egy verset, az is bejöhet és elmondhatja. Tehát az egész várost megmozgatja ez a különleges alkalom, hiszen bárki mindenféle szervezés mellett bárki bejöhet és verselhet. Itt megjelennek a különböző intézményektől, iskoláktól, óvodák is jönnek, üzemekből jönnek, postás, az alkalmazott az üzletben, tehát üzletből, tehát bárki, ez igazán a városnak is egy nagy ünnepe a költészet mellett. Most egyébként éppen polgármester úr, aki szintén rendszeres résztvevője ennek a rendezvénynek, most éppen ő versel, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezzel a rendezvénnyel igazán sokat adunk a költészetnek is, és a városnak is. Nagyon szépen köszönjük, ahogyan hallottuk, a költészet napja 24 órán keresztül, a 24 órás versfolyammal működik itt a Békés Csabai Jókai Színházban. Horváth Szabolcs, nagyon szépen köszönjük. Önök pedig a híradót látták 8 órától. Minden hír és információ megtalálható a hiradó.hu weboldalon. Kezdődik a Nemzeti Sport Híradó. Maradjanak velünk, Dedecsik Ferenc várja önöket.
Thank you.